Jaj, Derek! Papaládó, úgy is nevezhetnélek. Adjál már egy falatot? Éhezem. Nem otthonról jöttem. Nagyon éhezem. Otthon is csak patkány van. Kérj egy falatot. Na, ezt a hagymát, az gomba, nem tudom mi az. Gomba? Az... Sör, bíró. Gomba. Na, azt mondja Steve, hogy gomba. Na, ez a birka combot. Na, kérd, Derek. Na, nem hallasz, mi van? Sikert, hogy mikor eszel? Nem hallasz! Azt hiszem, süket, mikor eszik. Én pedig Gaten Orbi vagyok akkor is, hogyha a Mafia 2 New végigjátszásomat folytatom. És folytatom. Mert folytatom. Ugye? Kínai bátyám. Ugye? Glenn nagypapája. Tessék? Tessék? Nem adtam még oda a védelmi pénzedet Dereknek? Be lehet kopogni. Csak húzzatok, ne csinálj, jó van? Na. Újra leesett szalók egy kis hó. Ezért megint vágyat keltettem magamba, meg abba is, hogy újra nyomassam a Mafia 2-t, úgyhogy na, itt is az idő. És néztem egy-két Wanted poszter itt a kikötőbe, hát igen, még arra is jutott időm. Szóval egy-kettőt azért felveszünk, de mondom, 200 vagy mennyi van gyerekek, hogy 200? Azt jó, 150? 200? Nem fogom összeset begyűjteni, de egy-kettőt azért bemutatok. Egyébként hiába akarom mondani, jaj, jó, nem bírom már én ezt a játékot, nem bírom már ezt a életet, beleugrok a jeges vízbe. Nem lehet beleugrani, nézzétek. Nem tudok beleugrani. Nem lehet beleugrani. Nem lehet. Na, arra itt kell lenni annak a poszternek, amit én keresek. Wanted poszter, keresik izét. A viszkis rablót, még a 1940-es évekbeli viszkis rablót. De szerintem már elmentem tőle úgy, hogy visszafele elnézést. Hát igen, általában. Ilyen videó is, amikor keresek valamit, de nem találom, és itt is van, meg is van. Ki van, lehet egy 5 éves kisgyereket köröznek, aki ezt a képet rajzolta. Nem, ezt a kuglifejűt körözik. Gyilkosságért. Hát a szemén látszik, hogy gyilkos egy fajzat. Na. Jó, van, meg is van. Egy-kettőt még azért beszedek, és akkor ugyebár Joe hívott minket. Ami nem hívott minket Joe. Hála jó Isten, Joe felvette a telefont. Lehet derekék kinyíltak volna, azokra már ott a úszkálnak. Glugy-glugy, glugy-glugy, vagy nem lenne már glugy-glugy. Na, szóval Joe mondta, hogy találkozzunk a Freddybe, nem a horrorfilmbe, a bárba. Egyébként egy kis kulisszatitok, a Clemente család bárja az, a Freddy's. Na, de... Na. Ez kb. Olyan nagy kulisszatitok volt, hogy fél óra múlva úgyis megtudjuk, de jól van. Na. Jó, van, még egy kicsikét körülnéznék szépecskén. Szerintem még itt is kell lenni egy plakátnak. Közben valamilyen ilyen részeg zene megy, valamelyik részeg betették az izébe, a musicalbe, azt énekel. De az minket nem érdekel. Ó, milyen szép csonak. Na, meg is van a következő. Csak a Wanted poszter, csak azt hiszem, hogy... Na, ki ez? Miksa! Miksa! Mit csinál Miska? Miksa! Domestic violence. Az mit is jelent? Malacot vágott? Na. De az F-fel szállok be. Jó van. Akkor E-betűvel dudál. Jó van. Helyes. Jó van. Good. That's good. Na. Ez nem tudom mi a szám volt, de mondom. Classic Radio inkább. Jó, ne fagyosgattas, hogy dolgozzatok! Ha dolgoztok, akkor munkával nem fázik az ember? Na. Gyerünk, milyen bőröndöt viszem? Mi a te irolista? Na, mi a önkormányzó nézze magad? Kikötőjében vagy? Bátyám. Parapa, papa, para, parapapa, tiri, 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 tiri. Ó, gyönyör. Erre tíz évtelep svédeségű. Én nem nagyon járkáltam úgy Mafia 2-es karrierem során. Egyébként itt is kell lenni egy Wanted poszternek valahol. Hú, de nagy hely ez, gyerekek. Na hát gondolom, itt egy vonat nem fog idejönni hirtelen, megjön a szerelem vonat, vagy izé. De mindegy. Ezt jól elmondtam, hogy itt is kell lenni egy Wanted poszternek. Hát ez lehet ilyen Wanted poszteres rész, ezt már ne, elhiggyétek. Most a nézők fele moshagyta ott a egészet. Nem, csak egy-két Wanted posztert szeretném megkeresni. Valószínűleg itt a ég a hegyvilágon nem lesz Wanted poszter. Csak akkor én nem tudom, mit járkálok itt. Hát igen, körbe kell járkálni Empire Bay-t. Jó van. Itt soha életemben nem... Anyád! Anyád! Majdnem meghaltunk.
Na, soha életemben nem voltam itt. Ne beszélj csúnyán, Vito! Jól van, anya? Jó van. Na. Tudod, mi az illem? Csirke paprikás húsleves. Na. Ott egy izé, fehér papagáj. Itt szépen megállunk. Gyönyörű kocsimból kiszállok. Lopott, de gyönyörű. Attól még. Szépen. Itt is jön a következő wanted post. Jó, be vagyok rúgva! Nem fizettem ki a kocsmi. Elutazol. Igen, bár nem tudok beszélni, mert be vagyok rúgva. Na. Jól van. Ezt nem kell itt tenni, havazni. Na. Azt a hordót megkíméltem, mert nagyon sok terhet vont magára, vagy esett rá hó. Na. Na, még egyet felveszünk. Egyébként nem is tudtam, hogy itt Empire B-ben van világító torony. De ott van, ezt tényleg nem tudtam. Én erre mondom, soha életemben nem járkáltam. Nem is volt itt küldetés. Joe Adventures, Jimmy Vendetta, Jimmy Revenge-be se volt semmi. Itt jobb lesz, hogyha kiszállok, mert hogyha ez beleesik a vízbe, akkor ott is marad. Na, hát... Azt hittem, hogy ez a vaj úgy belerepül a vízbe. Hát, lehet ő is hosszú katinka szeretett volna lenni. Szépen. Szépen megyünk, mondjuk nem biztos, hogy ezek a deszkákon igazából mennék, de jól van, hát én beszarú gyerek vagyok, én meg virózz kell erre. Na. És azt hiszem, hogy itt nincs is semmi. De megvan. Jaj, tűri. Akamere pete, Mulder. Nagyon jó. Jó, na. Good. Zsír. Piano 7. Jó, most már tényleg mehetünk Joe-hoz. Ami nagyon fontos vendéget akar be azóta szerintem már fel a italkészletet a Freddy bának megitták, és felitták, úgyhogy most már tényleg húszat mehetnénk, szép szóval húzhatnánk odafele a csíkot. És nincsen GPS? Hogyha nincs GPS? 1946-ba, 5-be, nincs GPS? Menj már innen! Guszti! Na. Itt egy kalindjátni az a hülye ládával. Na, dolgozunk, vagy nem dolgozunk? Ez a kérdés. Jól van. Majd belemegyünk a családba. Te átmegyünk. Júj, hozzá kell még... régen játszottam már ez a Mafia 2-vel. 10 napja biztos nem. Hozzá kell még elszokni. Itt át tudunk menni? Ja, nem is... De vak vagyok, gyerekek. Azt hittem, hogy arra is lehet tovább menni. Ja, hirtelen azt hittem, hogy nincsen zene. Azért így hallgattam el, nem hallottam semmit. Bizony, hogy jobban hallhassátok a gyönyörű muzsikákat, mert én nem hallok semmit. No. Szóval. Párápápápá, mindjárt belém jön a rendőr balról, de se baj. Egyre jobban havazik. Német Lajos bá, már azt mondja, hogy mindenki maradjon otthon, aki teheti. No. Na, még ha jó felé is mennék. Bazd meg! Krumplis árus. Azt a büdös megtörténik a kocsimat, ha nem hiszem el, hát nekem erre nincsen pénzem, megint megjavítassam. Meg most így néz ki, jó, havasan néz ki, jó, utána megint izé tiszta lesz. Nem szeretem, ha tiszta. Jó, van már Irénke néni, menjen már arrébb. Na, jaj, a hókotró fekete szamara majdnem belém jött. Lehet át kéne öltözni, de jó, nekem ez a fekete öltöny. Nem öltözök én át. Bár hát ebbe cipelt a ládákat is öltönybe. Most jött a ballagásról. Na. Pa. A durálni kell mindenkinek, mert elém jönnek. Remélem nem jön pont szembe egy rendőr. Hogy jönne? Nem mennek ezek ilyen... Itt a Mafia 2-ben már sokkal gyenge... Itt már nincsenek nyugdíjas rendőrök, mint a Mafia 1-ben. Jó, megtöltem a kocsimat. Szidott anyám érte. Papa Ládóval beszéltél már? Hogy lehet? Takarodjatok már, komolyan mondom. Ez a hülye fagyos út. Ezért kell inkább Mafia 2-zni otthon, mint hogy kimenjetek az útra és ilyen hülyék, mint Vito Scalera például elgázoljon. Hát én most már bemegyek ebbe a ruhaboltba, hogy megálltam. Boldog karácsony, bone notte! Ruházkodni szeretnék. Kínai. Ó, hát itt nem hiszem, hogy veszek valamit. Itten én nem veszek semmit. Nem veszek én már semmit. Köszönöm, hölgyem, madam, miss. Jó, hello. Na, jó, húzunk tovább, gózunk. Na.
jelentette meg biztos a világháborúval, ez azt jelzi ez a plakát. Don't let him fight alone. Ne harcolj egyedül, vagy ne engedd, hogy harcolj egyedül. Mit tűnik a Batman-ba? Na. Classical Radio. Le is kopogom, de még copyrightot nem kaptam ebbe a New Week játszáson, mert előző régibe, hú, mindegyik részbe olyan copyrightok voltak. Na itt is jönk a Freddy bárjánál. Freddy, mindjárt egy piros pulóveres ember, csíkos. Na, jól van. Joe, hogy megváltoztál plasztikai műtét? Iszok, én azt mondom, iszok egyet. Már hát azért a kikötőben nagy munkát csináltam. De csak egy kávét. Nézzük, csak délután vagy kávét. Nescafé, én vagy George Clooney. Varesz. Na. Valami zenét bekapcsolunk. Nem hallom, addig biliárdozok egyet. Egyedül. Úgy biztos nyerek. Biztos jó szám lesz a következő. Addig egy centes enged dobálom befele. Hát rakjátok már be a nottimer itt! A nottimer itt! Ti, ez jó, ez ilyen pörgős, nem? Te vagy úgy Freddy, gondolom te vagy Freddy, mert Freddy beálljon. Ti, nézd az arcizmomat, hogy remek. Ti. Jó van, haladjunk. Hölgyeim, uraim. Éhezzem, adjanak valami kis kávét! Ó, én csak kávét iszok, én nem vagyok iszálkos. Ki itt még itt van olyan, hogy iszálkos, nem? Ő imádkozik. Ez buddhista. Na, ez is imádkozik. Mi ez, templom? Freddy nagyon néz. Én nem lopok. Én mafiózó akarok lenni. Nem tolvaj. Ó. Iszta már kakaót, Joe. Hát erre is, arra is. Wanted posztereket kerestem. The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. Henry Tomasino. He's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. Ah, boss. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shkatol. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hiya, Joe. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you. That's the guy. Nem azt mondta, ő a gyerek. Ezt azt írja, eszki. Milyen fordítás ez? I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? Any office of price administration? Én ezeket nem szeretem, ezeket az izéket. Gáz, ezeket a benzinjegyeket. Rossz érzésem van. Can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Maria Agnello. Na, lehet valami jó kis izé. Jó friss hús. Mi a fizetség? $600. $600 török be ilyen önkormányzatos helyre. Jó, Joe, te nem ennyi, mert nem vagy a lopózás nagymester. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This is a liquor store. Step up. Capiche. I want this to be a clean job. If you kill anybody, oh, ha megöl a pénzed a harmadára ugrik. Ha mi ez? Nikkel borha pénz. Köszönjük, Joe. Azt nekem milyen munkád van? Jaj, megijedtem. Itt a vidám fiúk itten vacsoráznak. Nekem milyen munkád van? Még egy kancsó sört inni. Tessék, Henry. Szóval te ilyen nagy mafiózó lenni. Aha. Jó van. Joe is imádkozik. Szémolá. Na. Jó van. Húzunk innen most már. El is hallgatott a zene is. Na, nem rakok be Joe-éknak egy újabb zenét. Akkor találkozunk az a Mária Agnello-val. Mária. Nagyon jó neve van. Szóval lehet azért átként. Nem öltözök át. Jó van ez így. Na. Levezem a sármáról. Mi? Na mindegy. Parapa, tiri. Ez majdnem belém jött. Na nézzétek, milyen jól közlekedek. Alig töltem el még a járművet. Na.
Palpatine. Mosóporos reklame. Jó. Itt is van valahol, ezt jól elmondom. Egyszer akartam mindent elmondani. Itt is van valahol egy Wanted poster. Nagyon úgy emlékszek, hogy itt is lenni kell egy Wanted posternek. Ott is van. Na, jól emlékeztem én, mennyi innen kuka. Meg kuva. Na. Ó, Martin Huron. Robbery. Ahol tiszta rabló. Úgy néz ki. Jim Carrey. Na. És azt hiszem, hogy még ezen felül, még itt is kell lenni valahol egynek. Jó, arra nem megyünk a étterem fele, mert hátra találkozunk megint a régi osztálytársunkkal, aki már családos asszony, meg a izével, Mariska nénivel, aki be akart hívni egy kis patkány húsra. Hát itt szerintem az éget egy világon már nincsen semmi. De javítsatok, hogy a tévedeket, ez megállok itt a út közben, én így szokták. Esetleg még majd ott, ahol fel kell menni Mariah-t. Ott talán van valami. De nem. Júj, majdnem elütöttünk egy... Nem csövest, csajt. Na, jó. Jó, itt még széjjel nézek, Mária. A szenes barátunk. Jaj, erre emlékszem még a régebbi végigjátásomból. De nem tudom, még most se értem, hogy ennek mi értelme van, hogy... Gyerekek, lehet meg kéne néznem valami ismeretteljesztő filmet, hogy régen így csinálták, hogy beledobálják oda az izébe aknába, vagy mi az a szenet. Mi értelme? Nem, hogy meg eltüzelnék. Nem, mi értelme? Ne. Nem tudom. Ott lakik a csávó. Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ennek mi értelme van. Na, igen, itt is van egy Wanted. Wanted poster. Ó, oh, Martin Plessy. Kidnapping. Hát akkor azt el kell égetni, mágiára vele. Na. Azt amúgy ezek igazi emberek? Mármint ezek igazából ilyen emberek voltak a 40-es, 50-es években? Én nem tudom, én I don't know. Csak én rosszul emelek. Na, most már a van... Becsukom, mert én rendes ember vagyok, nem szellőztetek télen. Most már a Wanted poszterozás után ideje egy kis Playboy magazint is találni, nem? Majdnem már mondtam egy nevet. Na. Szóval itt lakik Mária Agnello, nem látok. Fel kell mennem a kontaktlencsémet. Na, itt Paul, Tetra, meg Michael Zohar. Hát, akkor ezek biztosan a melegek. Na, jól van, kopogtatás. Sötétség. A lányodat keresem. Ilyen szarára gondoltam, olyasmi karakterre. Ja, te vagy Mária, jó van, én meg azt fiatalabbra gondoltam, mindegy, jó vagy, te is, jó vagy. Szara öregen, na. Jó, még vigyem el a kórházba, mi van? Befeküdsz. Ja, a nővéred ott van a kórházba. Jó van, menjünk, gózunk. Egy kicsit benézek már a lakásodba, jó lakás. Na, akkor kapcsoljuk le a villanyt. Na. Én kinyitom az ajtót, de te már öreg hölgy vagy, Mária. Te biztos tudod, hogy... Hát persze, hogy nem tudod, hogy az ajtókat be kell csukni télen. Azt a büdös. Főleg éjszaki, tényleg van -15°. Ajtó. Jó, ma nem lesz itt ára, meg gássa reggelre. Lefagy az egész berendezés. No, van. Engem nem azért... Nem, én érdekem. Én érdekem? Nem, azért nem. Hát mit ízé, agódok én. Ha ő nem érdekli. Pedig már 1880-ban született szerintem kb. I've seen the way you kids drive these days. Na, M. Robin Counter-Strike-ozik. Mária meg azt akarja, hogy lassan vezessek. Akkor menjünk gyorsan. Ajtó, nem csukod be. Te lassan akarsz vezetni? Nem, baja. Menj a biciklit, de mentél volna a biciklire. Akkor lassan mentél volna, én gyorsan megyek. A legfelső szinten van a széf, a igazgató irodában van a kulcs. Bemászunk az ablakon, felmegyünk az emeletre, meg lesz a kulcs, bemegyünk a igazgató irodájába, ott lesz a szép, és szépen vannak azok a benzinjegyek, ami Henrynek kell. Ja, sima ügy, és senkinek sem szabad meghalnia. Jól van, és remélem Playboy magazin is lesz abban az önkormányzatos irodában, vagy házban. Jól van, sima ügy. Na, egy kicsit azért már
nehezebb bevetés, nehezebb küldetés, mint hogy a gettósoktól kell ellopni egy kocsit, vagy például védelmi pénzt kell beszerezni dokmunkásoktól. De megoldjuk, ugye, Mária? Anyámat te ismeri-e? Mrs. Skelettának hívják. Mindig azt hallja, hogy csirke húsleves csinál. Na, bizony ismeri, vagy nem. Na, itt is vagyunk Empire General Hospital. Na. Mint a taxisok lennénk. Ja, itt is vagyunk. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Csokolom. Na, jó van. Ja, menjünk be a érték felügyeteti, felügyele, blabla, hivatal. Érték felügyeleti hivatal. Na. Közmondások. Szójáték. Jó van. Szépen bemenjünk, reméljük nincs a sikátor becsövesse, vagy muszáj leszek kinyílni. Ó, ez is egy katona. Én is katona vettem volna, ám. Hazának rendületlenül, ó, magyar, ó. Na, hát nagyon rossz volt. Na. Together, army boy. I guess this you are. Na, csináljuk, haladjunk. Na, itt van Joe kurvája. Na, mindegy. Mondom. Majdnem az összes nő úgy néz ki, mondom, mint Joe kurvája, Empire Baby. Na. Azt hiszem, hogy itt nincsen csöves. Ú, ezt nézzétek, hát ez nem így akartam, így be akartam csúszni, de mindegy, Viro. Te jobban tudod? Jó, akkor itt is vagyunk. Akkor a következő részben betörünk. Adios, sziasztok.